Sziasztok srácok! Már egy hete elstartolt a Season 2. Ugye a Season 2 eleje óta nem lehet építeni a játékban, legalábbis normál játékmódokban, viszont ez holnap megváltozik. Azt, hogy holnap kapunk-e frissítést, sajnos nem lehet megmondani, viszont így is hoztam nektek újdonságokat. Például megtudtuk, hogy milyen lesz az áprilisi crew pack. Megtudtuk azt is, hogy jönni fog egy újabb crossover a Fortnite-ban, és ismét Marvel. Leakeltek ki dolgokat különböző háborúkról, illetve elvileg a nem építés egy külön játékmód lesz. Illetve azt is megtudtuk, hogy a régi pump, a heavy sniper és még egyéb dolgok vissza fognak térni még a season során. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider. Ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Kiderült, hogy kit fogunk megkapni az áprilisi crew packben, ő pedig nem más lesz, mint Sayara. A skinhez kapni fogunk egy wrapet, illetve egy dupla csákányt, és igazából ennyi. Ugye meg jár hozzá egy backbling, viszont egyiknek sem lesz semmilyen stílusa. Már a crew pack előzetesből kiderül, hogy a Light Machine Gun tényleg vissza fog térni a játékba. Ha visszaemlékeztek meg Season 1 végén, mondtam is nektek, hogy a Thermal, illetve a Light Machine Gun be fog kerülni majd Season 2-re, és úgy látszik, hogy ez igaz. Az, hogy pontosan mikor jön, nem lehet tudni, ami biztos, hogy holnap kapni fogunk egy újabb fegyvert, vagy egy régebbi fegyver vissza fog térni, ugyanis általában minden kedden valami változik. De nem csak a Light Machine Gun fog visszatérni, hanem a jetpack is. Season 2-ben megváltoztatták a jetpacket, mostantól, amikor jetpackezünk, ugye lebegünk vele, akkor most már végre lehet normálisan szkópolni és lőni. Eddig ugye, ha jetpackezés közben megnyomtuk a szkópolás gombot, akkor általában csak lebegtünk, nem tudtunk vele szkópolni, viszont ez meg fog változni ebben a seasonben. A leakerek azt is kiderítették, hogy ezeket a jetpackeket léghajókon lehet majd megtalálni a falakon felakasztva, úgy, ahogy a Pokémon itemek voltak. Szóval a Light Machine Gun és a jetpack bármikor bejöhet. Az Epic Games tervezi még visszahozni a régi pumpokat is, bár nem mondanám a régi pumpoknak, hiszen változtatnak majd rajta. Ez elmondható a Heavy Sniperre, illetve a Hunting Riflere is, ugyanis ezeket is vissza akarják hozni, viszont gyengített verzióban. Sőt, még elméletileg dolgoznak egy újfajta balleren is, bár lehet, hogy ezek a dolgok majd csak Season 3-ban kerülnek be, hiszen ennyi tárgy, ennyi minden nem hiszem, hogy egy seasonben bekerülhet. Bárki tudja. Sőt, az is meg lehet, hogy a fénykardok is vissza fognak kerülni május környékén, ugyanis megváltoztatták a fénykardoknak az ikonját, legalábbis a fénykardoknak a markolatát megfordították. Ha belegondoltok, ha nem akarják visszahozni a fénykardokat, miért változtatták meg az ikonjukat? Szóval szerintem valamit terveznek majd a fénykardokkal, remélhetőleg még kreatívba is bekerülnek, bár kétlem, de legalább a rendes játékmódba kerüljenek be. Egyébként a fénykardokra tényleg lehet számítani, ugyanis májusban fog jönni Disney Plus-ra az Obi-Wan sorozat, amiben ugye benne lesz Obi-Wan Kenobi, illetve fénykardok is lesznek. És ha belegondoltok, a Boba Fett is kapott egy skint, illetve crossovert, szóval simán elképzelhető, hogy jönni fog egy Obi-Wan skin fénykardokkal. Sőt, két nap múlva meg fog jelenni a Moon Knight nevezetű sorozat, ugye a Disney Plus-on ez is, ez egy Marvel sorozat lesz, és igazából azt pletykálják, hogy ebből is jönni fog majd skin a játékba, bár igazából mostanában a Marvelből már mindenféle skin jött, szóval simán el tudom képzelni, hogy ez is kapni fog. A napokban leakeltek egy töltőképernyőt, illetve egy wrapet, ami arra utalgat, hogy jönni fog majd valamiféle mini LTM. És ebben az LTM-ben majd az álljó katonákat kell legyőzni, és ekkor fognak lezuhanni majd a léghajók. Ezek a minigame LTM-ek itt fognak játszódni, látszólag egyértelműen a léghajó körül lesznek majd ezek a csaták, a gondolom ingyenesen meg lehet szerezni majd a töltőképernyőt, illetve a wrapet. És valószínűleg, amikor ez az LTM kikerül, és ugye megcsináltuk a challenge-eket, akkor fognak majd lezuhanni a léghajók, amiket ugye már kilíkeltek, és három léghajó le fog zuhanni. Az is kiderült, hogy Dr. Sloan a Fortress-szal, az óriási fúróval, ami ugye ott van most itt felett, mozogni fog majd a pályán. És annyi kiderült, hogy át fog mozdulni Lutlake-től jobbra, Tiltittől jobbra, egy új helyre, és elvileg majd a season során ez a fúró folyamatosan mozogni fog. Ha belegondoltok, a Chapter 1-es Kevin sziget óta ez az első olyan hely, ami folyamatosan mozog a pályán. Hát srácok, mára ennyi újdonságot tudtam nektek hozni, remélem tetszett a mai videó, ha tetszett, akkor dobtok lájkot, illetve iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Az, hogy pontosan holnap lesz-e frissítés, nem tudom megmondani,
Elvileg a szuper stílusokat ezen a héten meg kellene kapnunk, ha megnézitek a Battle Pass-ben, szóval elméletileg jönnie kell egy frissítésnek. Viszont én srácok már mentem, köszi, hogy megnéztétek a mai videómat, én Ghost Rider voltam, sziasztok!